Értelmetlen dolog, mikor 470 nap múlva nyit az állami pénzből épített, állami költségvetésből fenntartott uszoda, akkor minek ugyanakkorra, vagy esetleg későbbre ezt itt megnyitni? Semmi értelme, értelmetlen dolog, ez pocsékolás. A felvételeken a 2015-ben bezárt Szekszárdi-Toldi utcai uszoda látható. Pontosabban, ami maradt belőle. Az épület mára már lepusztult, leginkább egy hollywoodi posztapokaliptikus film helyszínére emlékeztet. Egy bezáráskor készült statikai vélemény szerint a létesítmény tetőszerkezete életveszélyes. Azon kívül a nagy medence a szivárgott. Tehát ez a másik tény. Továbbá ennek az uszodának az energetikai tanúsítványa aznek se lenne, mivel rettentő rossz szigetelésű, ez nagyon régen épült, nem felel meg semmilyen szabványnak. Azon kívül, ami még van egy probléma, a vizet itt melegíteni kellett. Tehát melegíteni kellett a vizet, és folyamatosan rettentő sok volt a fenntartási költség ennek az uszodának. Tehát ezt az uszodát jelenleg, ha körülnézünk, igaziból nagyon sok pénzre kell megnyitni, és a legfontosabb dolog, hogy erre nincs pályázat, nincs állami támogatás, ezt Szekszárdváros saját költségvetés keretéből kellene megoldani, ennyi pénz a költségvetésbe nincs erre. További szempont, hogy az uszodának nincs parkolója sem. Bomba Gábor, az Éjjel Szekszárd Egyesület szekszárdi polgármester jelöltje Facebook oldalán nemrég azt ígérte a választóknak, hogy újra nyitják a bezárt komplexumot a családok és a kikapcsolódásra vágyók számára. Máté Péter szerint ez olyan ígéret, amit nem lehet betartani. Vélemény szerint ezt nagyon sok pénzből, több milliárd forintból lehetne beüzemelni, úgyhogy nincs hozzá parkoló és nagyon magas fenntartási költsége. Ezzel szemben épül a másik uszoda, ami amikor az Ilyen Szekszárd megnyerte a választást, röviden utána azzal kezdett Bomba Gábor, hogy feljelentette a Szekszárdváros polgármesterét az uszoda beruházás miatt, és meg is torpant a beruházás, úgyhogy sajnos majdnem csődbe is fulladt az egész. Tehát ezt most sikerült visszahozni Szekszárdváros lakóinak, úgyhogy 480 nap múlva nyitni fog az uszoda, jelenleg folyik az építkezés, magyar állam építi fel az uszodát, és a magyar állam fogja üzemeltetni. Vélemény szerint ez a jó, és e felé kell mennünk. Fontos különbség tehát, hogy míg az új sportutcai uszodát a magyar kormány saját költségéből építi és üzemelteti majd, addig a régi Toldi utcai uszoda csak Szekszárdváros saját költségvetéséből valósulhatna meg, erre pedig nincs keret, mondja a képviselő. Egyébként az uszoda üzemeltetés, ennek uszodának üzemeltetése veszteséges volt mindig, ezen soha nem volt nyeresége a városnak, vagyis a Szekszárdi Vízmű Kft.-nek, és jelenleg úgy tudom, Magyarországon az uszodákon nincs nyereség. Ugyanakkor nekünk, szekszárdiaknak a magyar állam megépíti a szolgát, amin nekünk nem lesz veszteségünk.